Az enyhe idő ellenére lassan mégis gondolnunk kell a fagyos időszakra. A ruha meleg legyen, de divatos és olcsó, a többség ezt tartja a legfontosabbnak. Valkovics Dániel egyetemista, ha teheti, divatos, mégis praktikus ruhákat vásárol. 150 eurót szán a téli bevásárlásra. Pulóverek, meg a kabát is előkerült a szekrényből, de még nem hordom. A bakancsomat is kiboxoltam, de még egyelőre úgy érzem, hogy nem kell használnom. Vásárolni fogok biztos pár pulcsit, meg lehet, hogy egy új kabátot is. Szempontok, hogy meleg legyen, de mégis divatos, szóval, hogy funkcionáljon azért télire, ne csak szép legyen. Nem szoktam sokszor járni vásárolni, hanem egyszer, amikor így megnézem, hogy mikre van szükségem, akkor elmegyek és azokat a ruhákat megveszem. A szerb statisztikai hivatal adatai szerint a hazai háztartások átlagjövedelme mintegy 1200 dinárral kevesebb a kiadásoknál. Szórakozásra, ruházat és egyéb cikkek megvásárlására csak keveset szánnak. Csávárdi Tamara is keveset költ ruhaneműre, leginkább az akciós ruhadarabokat keresi. Hát a legtöbb dolgom az már megvolt, és én általában ezeket a dolgokat a szezon után szoktam vásárolni, mert hogy jóval nagyobb leárazások vannak, és általában itt Szabadkán, Shopiban, vagy esetleg Zombori vagyok, akkor ott szoktam körülnézni. És ilyenkor ritkában, csak hogyha valami nagyon kell, vagy nagyon megtetszik, mert hogy ugye nyilván drágább. Nem szoktam mindent megvenni, azért van a fejemben egyfajta határ, de nem úgy megyek, hogy most akkor van egy limit, csak azért így nyilván figyelembe veszem, hogy mennyibe kerül. Az idősebb korosztály más szempontokat tart elsődlegesnek. Vásárláskor a praktikusságot és a tartóságot veszi figyelembe. Ivánkov Máriának kicsi a nyugdíja, ezért csak arra költ, amire muszáj. Főként élelmiszert és gyógyszereket vásárol. Ruhát és lábbelit már évek óta nem vett magának. 10-15 éves ruhaanyag, gondolom ruhákat viselek, amit régen még dolgoztam, bevásároltam, és az van, és azt hiszem, úgyhogy nem vásárolok semmit. Praktikus, hogy ami körülbelül mindig divatos, úgyhogy nem megy ki a divatból mindig. Hát most már igen, csak kopott, hogy most már kellene újítani, de majd mikor bírok, azt nem tudom. Majd meglássuk, hogy megy a jövő tovább. Mert így nagyon kevés, tényleg. Ledolgoztam a 35 év munkaidőt is, csak 18 ezer dinárt kapok, úgyhogy az nagyon kevés. Az üzletek minden szezonban akciókkal és különféle leárazásokkal rukkolnak elő. Babics Aida, az egyik népszerű szabadkai butik eladója szerint a vásárlók követik a divatot. A legújabb trendeket keresik, ennek ellenére gyakran kivárják a leárazásokat. Az idei divat ezek a kis csizmák, valamint patikák, kabátok terén pedig az ilyen derékigérő rövid kabátokat keresik leginkább vásárlóink. Üzleteinkben találhatnak kabátokat 2449 dinártól, valamint ezeknek alsóbb és felsőbb ár rétege is létezik. Nadrágokat 1749 dinártól vásárolhatnak, blúzokat pedig 999 dinártól, azzal, hogy jelenleg 10%-os kedvezmény kerül levonásra a kasszán. A ruha mellett más kiadások is akadnak ebben az időszakban, ezért a legtöbben nem cserélnek minden évben kabátot és téli cipőt. A pulóverekre és a melegzoknikra könnyen bemondanak igent a vásárlók.